Azt néztem, hogy az volt befűző, hogy következik az Enigma. Nem, ez még a Restart. Szevasztok, köszöntünk mindenkit, majd az Enigma Restart után kezdődik ugye 8 órától, de most 7 és 8 között informatika ismételten a fő témánk. Úgyhogy remélem velem tartotok, én a Vendi vagyok, aki még esetleg nem ismerne, szevasztok! Köszöntünk mindenkit, mai szárny segédem, akinek igazából nincsenek szárnyai, még, de még lehetnek. Ő Steve, ő lesz ma, aki kapkodja a telefonokat, és húzogatja a potmétereket természetesen. Úgyhogy tartsatok velünk, a képernyő alsó részén lehet olvasni az elérhetőségeinket. Telefon, Skype, Facebook, minden rendelkezésre áll. Még e-mailt is írhattok, rengeteg e-mailt kapok. Nem győzök rá válaszolgatni egyébként, úgyhogy kicsit kíméljetek az e-mailekkel. Nagyon érdekes. Igen, egy költőveszettemben megkeressük. A műsor végére remélhetőleg meg is lesz. Na, hírekkel kezdjük. Szokás szerint egy-két érdekességet hoztam nektek. A Lifiről már beszéltünk régebben. Képzeljétek el, hogy most már éles tesztek vannak. Ugye a fény alapú wifi hálózattal kapcsolatban félre söpörhetjük a rádió hullámok hatásával kapcsolatos aggodalmakat, mert itt az új drót nélküli hálózati megoldása látható fényen alapuló úgynevezett lifi, ugye az egyszerűség kedvéért a wifi nyomán így lett elnevezve. Ezzel a módszerrel laboratórium körülmények között az elképesztő 224 gigabit per másodperces sebességet sikerült elérni a kutatóknak. Legutóbb ez nagyjából 100-szor gyorsabb, mint egy átlagos wifi sebessége. Azóta élő környezetben is tesztelték a fénnyel működő eszközöket Észtország fővárosában, Tallinnban, és így is egy gigabit per másodperces sebességet mértek. Tehát ugye a laboratóriumi körülmények között 224 gigabit per másodperc, nagyon durva, de gyakorlatilag szabad terepen is sikerült, illetve nem szabad terepen, hanem hát bár lehet, hogy szabad terepen is, ez itt a gyakorlatilag a mellékelt képből nem tudom mennyire derül ki, hát azért ne azt gondolja senki, hogy bekapcsoltak a lifit, és akkor ilyen szivárvány színbe borult a város. Ezzel csak úgy érzékeltetni szeretnék, hogy ott próbálták tesztelni a dolgot, tehát 1 gigabit per másodperces sebességet sikerült elérni. Most egy intelligens világítás fejlesztésén dolgozunk, és folyamatban van egy pilot projektünk egy irodában is, ahol csak fénnyel csatlakoznak az internetre az eszközök, mondta el Deepak Solanki, az East Wellmanni nevű technológiai cég vezérigazgatója. A Lifit a skóciai Edinburgh Egyetemen dolgozó Harald Haas találta fel. Miért akarok mindig a 2000-es időpontokat 1900-at mondani? Szóval 2011-ben ő mutatta be először, hogy egyetlen LED fénye több adatot képes sugározni, mint egy mobil hálózatnyi adótorony. A laborban 224 gigabites átviteli sebességet mértek, ami azt jelenti, hogy ez nagyjából 18,5 gigabájtos filmet egyetlen másodperc alatt le lehet tölteni ezzel. Tehát 18 darab filmet. Egybe így lejött. Köszönjük szépen. Egyetlen másodperc alatt. A fényt 400 és 800 terahertzes, tehát itt már nem is gigahertzben gondolkodunk, ugye a szabványos wifi az 2,4 gigahertz, most már vannak az 5 gigahertzes tartományban lévő ugye szabványok is, elég sokan, illetve eléggé az új routerekben már elég sok helyen használják a gyártók, illetve a telefonjaink is tudják, illetve az újabb eszközök már tudnak ezen keresztül is kommunikálni, hogy jó, vagy gyorsabb sebességet tesz lehetővé, magasabb frekvencián, de ez is még csak ugye 5 GHz, itt meg terahertzről beszélünk, tehát 400 és 800 terahertzes frekvencia tartományban használják adatátvitelre, és a ledeknek elképesztő gyorsan kell kibe kapcsolnia, így továbbítja a biteket, tehát gyakorlatilag felvillanásokkal, ugye? Ha van fény, akkor van jel, az az egyes, ha nincs fény, akkor nincs jel, az a nulla. Végtelenül egyszerű a történet, ugye bitekről beszélünk, tehát gyakorlatilag villogtatással működik a történet. Nagyjából az optikai adatátviteli
megoldások is hasonlóképpen működnek egyébként, csak ott nem LED-del oldják ezt meg, hanem valamiféle lézerfénnyel, ugye, de ebből is többféle van, úgyhogy most nem mennék bele az optical, illetve a fiber power technology-ba, hogy egész pontosan úgy működik, akit érdekel, utána lehet olvasni természetesen a neten. Nem egy egyszerű történet azért fénnyel adatot továbbítani, de mindenképpen gazdaságos, hiszen ugye tudjuk az optikai kábelek esetén is, hogy ugye mivel a fénynek iszonyú gyors a terjedési sebessége, ezért gyakorlatilag nagyon gyorsan tudnak az nagyon gyorsan tud adatot is továbbítani, és nincs szükség olyan gyakran erősítésre, hiszen elég messzire el tudnak menni ezek a jelek, el tudnak vándorolni gyakorlatilag. Na, valami hasonlóan elven működik a vezeték nélküli megoldása is. Ilyen átviteli sebességnél szabad szemmel nem látható egyébként a LED villogás, ám még jó. A LiFi egyik legnagyobb előnye, hogy nem hatol át a falon, tehát nehezebb lehallgatni, mint a rádiós Wi-Fi. Tehát magyarul, ha egy szobában vagy, akkor onnan nem megy ki ugyan a Wi-Fi, viszont a szobában, ahol van fény, ott gyakorlatilag van rádiójel is, tehát van internet, mondjuk így, ha internetes átvitelre használják. Mivel az összes eszközünk Wi-Fi-vel van felszerelve, egyelőre nem valósítható meg a LiFi-re való átállás. A professzor azonban már alapított egy Pure LiFi nevű céget, és piacra dobott kezdetleges 11,5 megabit per másodperces átviteli sebességű plug-and-play eszközöket, amivel azért ez is egy ilyen kis lightos átvitelre alkalmas. Azért 11 megabit olyan túl rossz, ugye? Van, ahol ismerek olyan embert, akinek nincs ekkora sávszélessége otthon még. A technológiában hatalmas potenciál van, hiszen több milliárd lámpa működik világszerte, amelyek akár adatátvitelben is részt vehetnének. Hát gondoljátok csak el. Csak akkor mondjuk ugye ezeknek állandóan világítani kéne, de hát LED világítással még azt gondolom, hogy mindig olcsóban megoldható az, hogyha mondjuk én most egy kicsit távlatokban gondolkodom, tehát mondjuk free wifi az utcán, közvilágítással. Hát azért lámpa mondjuk a városokban mindenhol van, nem? Tehát innentől kezdve szinte bárhol megvalósítható lenne, hogy ezeknek a fénye az ne csak fényt adjon, ugye, tehát világítson, hanem akár internetet is szórjon. Kiderül. Tehát ez is a jövő kép egyelőre még, de nem túl távoli jövő, én azt gondolom. Van benne potenciál, úgyhogy, mint mondtam, Észtországban már tesztelik, és kíváncsi vagyok, hogy mikor lesz belőle valami, én bízom benne, hogy minél hamarabb. Meg hát gondoljátok egy szobában is, vagy bárhol, hát most igazából itt világít rám mondjuk ez a lámpa, hát most ennyire ő is szórhatná a wifi-t, nem? Igaz, hogy ez nem LED, hanem ez sajnos ez egy ilyen hidegfényű neoncső, vagy hát majdnem melegfényű, mert direkte kicsit sárgított a történet, de gyakorlatilag ez is képes lehet akár erre. Jó, megyünk tovább, következő hírünk, az pedig Microsoft-tal kapcsolatos, méghozzá Internet Explorer, kinyírja a régebbi Internet Explorer verziókat a Microsoft. Most mondhatnám azt, hogy végre, tehát itt az ideje. Tehát az egészet kinyírhatná, tehát az újabbakat is. Engem nem zavarna igazából, most csak viccelek persze. Tudjátok, hogy elfogult vagyok megint csak a... Illetve bocsánat, nem vagyok elfogult. Márhogy az Internet Explorer-rel szemben nem csípem, ennyi. De hát mindenkinek a saját véleményére van bízva, hogy ő használja vagy sem. Azok a felhasználók, akik a Microsoft Internet Explorer böngészőjét részesítik előnyben a konkurens megoldásokkal szemben, kénytelenek lesznek rövid időn belül áttérni a szoftver az általuk használt rendszeren elérhető legújabb verziójára, ha továbbra is biztonságban szeretnék tudni magukat. A Microsoft ugyanis a jövő év elején megszünteti a korábbi Internet Explorer verziók támogatását, amihez ezt követően már nem fog kiadni még biztonsági jellegű javításokat sem. Hát pedig egy böngészőhöz mi mást kellene. Bár a támogatás megszűnését a Microsoft már tavaly nyáron bejelentette, úgy látta, hogy az nem tulajdonult eléggé, vagy tudatosult eléggé a felhasználók egy részében. Így egy a hét elején közzé tett blogposztjában ismételten felhívta a figyelmet erre. Ennek értelmében 2016. január 12-ét követően minden platformon csak az ahhoz elérhető legújabb Internet Explorer fog működni, illetve ehhez fogunk csak foltokat adni ki a Microsoft. A legújabb verzió a legtöbb rendszerben
ugye a Windows 7 és Windows 8 esetében az Internet Explorer 11-es verzióját jelenti. Ugyanakkor például Vistán és Windows Server 2008-as környezetben az Internet Explorer 9-es az, ami ugyebár elérhető, és nem is nagyon lehet rá, ha jól tudom, ugye újabbat föltenni, mert nagyon régi maga a rendszer is. A Windows Server 2012-ben pedig ugye az Internet Explorer 10-es a legfrissebb böngésző, ott tehát utóbbiakra kell majd a felhasználóknak a fent megadott határidőig áttérni. Tehát magyarul működni fog, nem lesz gond, csak hát kérdés, hogy kap-e foltozást majd. A legfrissebb Internet Explorer-eket Redmond ezt követően is javítani fogja, egészen addig, amíg maga az alapplatform támogatása is tart majd, ez a Vista esetében 2017 tavaszát jelenti, Windows 7-nél 2020 januárját, Windows 8 esetében pedig 2023 januárját jelenti, tehát igazából, ha a legfrissebb verziókat használjuk, akkor gond nem lehet. Itt megint a cégeknél lehet esetlegesen probléma, ahol mondjuk ugye annak idején mondjuk valamilyen webes alapú rendszert fejlesztettek, és mondjuk azt annak idején még az Internet Explorer 6-os vagy 7-es verzióra tették, és ugye itt azért rengeteg kompatibilitási probléma felmerülhet, ha mondjuk egy újabb verzióban próbálná használni valaki, vagy más böngészőben, ugye? Ugye többek között azt kell, hogy mondjam, ugye az az ominózus Magenta telefonszolgáltató féle belső számlázási rendszer is erre alapult. Ezt cserélték most le nem véletlenül, hát nem feltétlenül biztos, hogy ezért, hanem azért, mert nagyon régi volt, úgy amúgy is cserére szorult már. Na jól tudom, például ők is 6-os Internet Explorer-re fejlesztették annak idején le ezt a rendszert, és hát kénytelenek voltak azt használni, ugye? És hát manapság, amikor már se XP, nem is nagyon vistáznak, szerintem ott is már minimum Windows 7-en futnak azok a rendszerek, amiket ott a dolgozók használnak, akik ugye aktívan foglalkoznak ezekkel a rendszerekkel. Hát azokon pedig azért 6-os Internet Explorer-t használni, hát mondjuk úgy, hogy öngyilkosság, legalábbis ha az internet szempontját nézzük, most belső hálózaton mondjuk ezt a rendszert használva nem feltétlenül, de hát mondjuk ahhoz akkor nem is kell foltozást. Szóval egy kicsit olyan kusza ez a történet, a lényeg, hogy jegyezze meg az, aki Internet Explorer-t használ, hogy csak és kizárólag az ő rendszerén való, tehát amilyen rendszert éppen használsz, az azon elérhető legfrissebb verzió lesz a támogatott, tehát még egyszer mondom akkor, tehát Vista esetén az Internet Explorer 9-es verziója, az ami elérhető, ha valaki használ esetleg Vistát, Windows 7 és 8 esetében pedig a 11-es verzió az, amit kell használni, ennél régebbi verziók nem fognak működni a jövőben. Következő hírünk, így van, Android, méghozzá ismételten egy, hát mondjuk úgy, hogy egy védelmi hibát találtak az Androidban, ezáltal szinte az összes androidos telefon bármikor feltörhető állítólagosan. Ez persze most ne tessék rögtön a falnak menni, mert ez megint azt jelenti, hogy ugye csomóan ezt félreértelmezik, hogy feltörhető a telefonjuk, de ki törné föl, ugye? Tehát ugye itt ez a kérdés, hogy egyáltalán ki az, aki, tehát meg ugye mi a feltörésnek a módja, azért az sem mindegy feltétlenül, mindjárt mondom. Csak kortyolok egyet. Tehát hiába is próbálják meg a felhasználók akár jelszóval is levédeni androidos telefonjaik tartalmát, a Google bármikor fel tudja törni a zárat azokon. Tehát maga a Google, mert ő olyan, tényleg. A Google azt csinálja, unatkoznak a Google főhadiszálláson, és ugye elkezdik a felhasználók telefonját törögetni, tényleg. De például akkor, hogyha a rendőrség kéri meg őket erre, tehát akkor lehet, hogy megteszik. Ez derül ki a napokban egy amerikai ügyész által közé tett összefoglalóban, ami szerint a tulajdonosok közreműködése, sőt annak tudta nélkül is letölthetnek a hatóságok bármilyen adatot a robotos rendszert futtató szinte bármelyik készülékről. Vannak kivételek. Ez alól csak azok a mobilok képeznek kivételt, amiben a felhasználók bekapcsolták az eszköz szintű titkosítást, ami többek között a Google távoli hozzáféréstől is megvédi a telefonokon tárolt adatokat. Ugyanakkor utóbbi lehetőség még opcionálisan is csak az 5.0-as Androidtól fölfelé érhető el, alapértelmezetben pedig a rendszerben ez ki van kapcsolva. Tehát be kell hozzá kapcsolni. Így a robotos mobilok legalább 74,1%-áról biztosan megszerezhető a Google által.
illetve rajta keresztül minden adat és információ, de a gyakorlatban az érintett készülékek száma akár a 99%-ot is elérhet, hiszen a felhasználók legtöbbje nem aktiválja a titkosítási funkciót, amúgy azokon a telefonokon sem, amelyeken már támogatott ez. Az eszközszintű titkosítás csak a 6.0-ás Androiddal előre telepített eszközökön van alapértelmezetten bekapcsolva. Ilyen mobilok azonban gyakorlatilag még nagyon kevés helyen kaphatók a piacon. Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy ezekben az esetekben sem garantálható, hogy az adatok védve vannak, ha valaki olyan jelszót vagy kódot használ azok védelmére, ami könnyen kitalálható. Hiszen ugye a titkosított adatot egy jelszóval dekriptálni lehet gyakorlatilag, és ha valaki valami nagyon egyszerű jelszót vagy PIN kódot ad meg, hát akkor gyakorlatilag pillanatok alatt visszafejthető egy úgymond kódtöréssel, tehát akkor alapból nem, de kódtöréssel igen, és ha egyszerű jelszó, akkor pillanatok alatt föl lehet ugye törni a jelszót. Úgyhogy figyeljünk mindenképpen az adataink titkosításra, aki teheti titkosítsa, bár én az az igazság, hogy azért nem szeretem ezt feltétlenül ajánlani, hogy titkosítsuk, bár erre valóban az 5.0-as Androidtól felfelé van lehetőség. Mert mi van, hogyha költözünk a telefonunkról, vagy valami háttértárunk mondjuk tönkre megy, akkor ugyanaz a helyzet, mint ami Windowsnál nagyon sok emberkénél már előfordult, hogy a enkriptált, tehát a titkosított adatokat egy másik rendszerről nem lehet dekriptálni, tehát újra úgymond titkosítatlanná tenni. Ugyanis csak ugyanazon a rendszeren lehet. És az a rendszer mondjuk valamilyen okból kifolyólag felülírásra kerül, vagy tényleg megsérül a hordozó, és valahogy helyre kell állítani, és mondjuk sikerül helyreállítani az adatokat, de titkosítva vannak az adatok, azt hogy állított helyre utána? Sehogy. Úgyhogy én mindenképpen azt javasolnám. Egyébként vicces, hogy a Google-t hozzák ide föl példák, jó, hát az Android-dal kapcsolatban mit hoznának föl, hogy a Google föl tudja törni. És ugye ezáltal a hatóságok, hogyha megkérik a Google-t, hogy törjék föl, akkor föltörik. Na most ez szerintem nem így működik. Hát egy. Hát kettő. Hogy ugye megint milyen adatokról beszélgetünk. Tehát beszélgetünk a fotóinkról, dokumentumainkról, stb. Mint amúgy is szinkronizálunk a felhőbe, nem? Tehát a Google, ha ezekhez az adatokat, már hogy a normálisabb emberek szerintem szinkronizálják. Most nem akarom azt mondani, nem normális, aki nem szinkronizálja, félreértés ne essék. De éppen azért szinkronizálom, mert így kényelmesebb. Pont abból kifejlően, amit az előbb elmondtam. Tehát megsérül a telefonom, elhagyom, bármi, átköltözöm egy másik telefonra, akkor legyen már meg minden fotóm, ne kelljen már mindent manuálisan másolgatnom, ugye? Viszont ha már fönn van a felhőben, hát akkor miért kéne az én telefonomat törni? Hát törjék fel a felhőt, sőt, ezt föl se kell törni, hát valahogy biztos hozzá tudna férni azokhoz az adatokhoz, amiket hát egyébként ők tárolnak. Tehát, hogy nem? Úgyhogy szerintem ez bullshit hír egyébként. De ennyi. Ennyi ezzel kapcsolatban. Ahogyan a következő hírünk is hasonlónak bizonyul, a Nesze semmi fog meg jó kategóriába tartozik, de azért elmondom nektek, mert hát így szólít a kötelesség, hogy el kell mondani. A Microsoft nyáron kiadott új operációs rendszer, ugye a Windows 10-ről beszélünk, mi másról is beszélnénk, nem csak hogy a legfejlettebb, de egyben a piacot leggyorsabban meghódító Windowsnak is ígérkezik. Hát már most az. A mostanra már jóval több mint 100 millió példányban telepített szoftver, ugyanis az elkövetkezendő egy évben minden elődjénél, köztük az XP és Windows 7-nél is több gépre fog feltelepülni, legalábbis ezt jósolják egy piackutató intézet munkatársai, amely prognózisát egy a közelmúltban lezárt felmérésekre alapozza. Ez utóbbi szerint minden második vállalkozást azt tervezi, hogy 2017 elejéig megkezdi az áttérést a Windows 10 használatára, 2019-re pedig gyakorlatilag teljes gépparkját átalakítja arra. Minden második, tehát ugye itt azért minden második gépről beszélünk fizikailag legalábbis a számok alapján. Az új rendszer így az elkövetkezendő 1-2 évben újabb több százmillió gépre kerülhet majd fel, és sokkal gyorsabban terjedhet majd el, mint az például a néhány évvel ezelőtt a Windows 7 esetében lehetett anno tapasztalni. A Microsoft maga is azt reméli, hogy a Windows 10 2-3 éven belül 1 milliárd eszközön lesz elérhető, ebben a számban ugyanakkor az asztali gépek mellett a mobilok, táblagépek és más eszközök is beleértendők. Ez annyira nem lehetetlen, én azt gondolom, hát hiszen ha jól meggondoljuk, és ez így volt a korábbi rendszerekkel kapcsolatban, és most az, hogy gyorsabban vagy nem gyorsabban, tény és való, hogy mivel azért maga a Microsoft is úgymond
kényszerítő erőt alkalmaz, hogy frissítsen az ember a legfrissebb rendszerére, ami valahol érthető, ebben most nem menjünk bele, hogy kinek mi a véleménye, de logikus is, hát hiszen, hogyha eddig is mindenki szinte Windows-t használ, tehát elhanyagolható a Linux-osok, illetve az OS X-es rendszert használók száma Windowshoz képest, így nagy valószínűséggel a jövőben is ez így fog maradni, vagy legalábbis, ha csak nem történik valami nagyon nagy változás. Bárha ebbe bele számoljuk ugye nem csak asztali gépeket, hanem az okostelefonokat, táblagépeket is, akkor már korán sem ilyen egyszerű a helyzet, hiszen azért gondoljuk csak meg, hogy a táblagépeken, meg okostelefonokon azért az Android az uralkodó, és azért ugye a tendencia meg azt mutatja, hogy egyre kevésbé használunk számítógépeket, legalábbis mi egyszerű felhasználók, inkább most már a mobileszközök felé tendálunk, tehát táblagépek, okostelefonok világába is tökéletesen jól el vagyunk. Van, aki nem is vásárol számítógépet, mert amire használja, arra most már a mobilja is tökéletesen alkalmas. Tehát itt igazából, ha ezt a részét nézzük, akkor azért van mitől félni a Microsoftnak, tehát nem lehet annyira biztonságban az ő Windows-ával, de az asztali platformokat nézzük, akkor kétségtelenül ez még jó ideig így is fog maradni. Márpedig azért munkára leginkább asztali gépet szokott az ember használni, és az asztali gépet azt úgy tessék érteni, hogy abban azért beletartoznak a laptopok is, tehát hogy most nem feltétlenül a desktop számítógépekről beszélünk. Jó! Következő és egyben utolsó hírünk a mai napra vonatkozóan, na melyik legyen, mert itt több is van, pénzkereseti lehetőség. Na, ha valaki szeretne a fotóival pénzt keresni, akkor egy ötletet adnék nektek, akár több 10 000 forintot is kereshet, aki feltölti a fotóit egy bizonyos oldalra. Az egyik legjobb fotószerkesztő alkalmazás hatalmas, illetve fantasztikus lehetőséget kínál, amatőr képekkel is lehet pénzt keresni, méghozzá nagyon egyszerűen. Hála az okostelefonok remek kameráinak és a szerkesztő alkalmazásnak, az amatőr kedvtelésből fotózó képek készítésére csak mobilt használó emberek is tudnak olyan felvételeket készíteni, amelyek bárhol megállják a helyüket, például hirdetésekben is, ami akár egyébként pénzt is hozhat a konyhára. Ez pedig nem csupán álom a hobbi fotósoknak. Az IM nevezetű, tehát I mint szem, és utána még az EM, így kell keresni a szoftvert, tehát EYEEM néven bemutatkozott szoftver révén, ugyanis erre most már tényleg van lehetőség. Ehhez csak létre kell hozni egy e-mail címet, vagy egy Facebookos regisztráció, vagy hát e-mail címmel, vagy Facebookos regisztrációval egy profilt, majd be kell jelentkezni, és fel kell tölteni gyakorlatilag a képeket, illetve meg kell adni a számlázási adatainkat, majd minden egyes fotónál el lehet dönteni, hogy melyiknek adjunk esélyt a piacon, tehát gyakorlatilag bekerül egy ilyen közös képtárba a mi fotónk, viszont nem ingyenes felhasználásra. Ehhez, ha hozzájárulunk, hogy különböző online és nyomtatott hirdetésekhez felhasználják a mi képeinket, amelyeknek bevételeit a szolgáltatásért cserébe elfelezzük az EM-mel, akkor gyakorlatilag pénz jutalom, vagy egyébként fizetnek a képeinkért. És van is már erre egyébként példa, még magyar példa is van, például az egyik Apple blog üzemeltetője, Iváni Zoltán, az egyik fotójáért 11 000 forintot kapott már, hogy azt úgy értékesítették, illetve felhasználták. Úgyhogy lehet itt keresni pénzt, próbáljátok ki, ha gondoljátok, aki sokat fotózgat és jó fotókat szokott készíteni, csak úgy hobbiból, ugye Instagramra. Instagramon egyébként egész jó kis művészi fotókat szoktam látni, feltölteni. Szoktam így böngészgetni az Instagramot, és ismerőseim is szoktak nagyon jó fotókat csinálni. Hát én is szoktam néha fotózgatni, bár nem tudom mennyire kelendőek azok, mert azért a nagy része az embereknek azok inkább szelfizgetnek. Na most egy selfie fotó az annyira nem biztos, hogy kelendő, bár ki tudja. Tehát ha valakinek van egy olyan jellegzetes arca, hogy mondjuk egy reklámkampányhoz jól néz neki egy plakáton, akkor lehet, hogy még akár egy selfie-vel is lehet pénzt keresni. Ha gondoljátok, próbáljátok ki. Na jól van! Ennyit akkor egyelőre a hírekről, persze van valami a tarsolyotokban nektek is, amiről érdemes beszélni, akkor mindenképpen posztoljatok nekünk, facebook.com/fixhd, indítom a Skype-ot is, ott is hozzá lehet szólni, és akkor nézzük, hogy érkeztek-e valamiféle hozzászólások, és akkor ezekkel folytatjuk. Zsolt
írja nekünk. Hello Wendy, olyan kérdésem lenne, hogy TV vásárlás előtt állok, és HD-s vagy full HD-s TV-t érdemesebb bevenni, mi a különbség a kettő között, és hogy a mostani műsorokat a legtöbben miben sugározzák, és ha például sima HD-st veszek, az tudja a full HD-t, nekem az lenne a legelső komolyabb tévém, 20 évig egy tévét néztem, csak sajna megadta magát, köszi a választ. No, hát én azt se tudom egyáltalán, hogy elég rég vettem már tévét, egyáltalán lehet még nem full HD tévét kapni. Mert szerintem már nem nagyon lehet, vagy nem tudom. Van ez úgynevezett HD Ready nevű történet. Ugye a HD Ready az nem más, mint ugye, hogy fizikailag megvan-e a full HD. Ugye a full HD felbontás az 1920x1080, ezt hívjuk full HD felbontásnak. Ha ez megvan fizikai képpixelben, gyakorlatilag azok full HD-s tévék. Hogyha valamelyik tévénél nincs meg ez fizikai pixel számban, tehát nem ennyi pixelből állítja össze a képet, viszont képes megjeleníteni a full HD képet akár, csak ugye kevesebb pixelből, tehát leszkéleli gyakorlatilag, mert kisebb pixele jeleníti meg, akkor azokat nevezhetjük gyakorlatilag HD Ready tévéknek. Ennyi gyakorlatilag a kettő között a különbség. Érdemes full HD-ben gondolkodni, ezt gondolom manapság már. Nem is, én mondom, ezért is csodálkozom, hogy egyáltalán még lehet-e HD Ready-t kapni. Én azt gondolom, hogy már olyan nagy különbség nincsen. Maximum az olcsóbb, nagyon olcsóbb kategóriás telefonoknál, mi az TV készülékeknél lehet, hogy még van olyan gyártó, aki gyárt HD Ready készüléket. Én inkább a full HD-t javaslom, és abból is a LED-es megoldást. Amire érdemes még odafigyelni emellett, hogy az pedig a képfrissítési frekvencia. Tehát azért érdemes manapság az ilyen minimum 100, de inkább 200-300 Hz-es tévékben gondolkodni, már csak azért is, mert ugye erről is beszéltünk már korábban, hogy itt nem is a kép megjelenítésnél fontos, illetve de a kép megjelenítésnél fontos ez, de nem a konkrét úgymond natív kép megjelenítésénél, hanem pont, hogy az egyéb olyan képjavító eljárások, amiket az egyes gyártók alkalmaznak, ott lehet ez fontos. Hiszen gondoljunk el, hogy tévéadásban gondolkodunk, akkor mondjuk ugye 50 Hz-en sugároz a legtöbb európai tévéadó. Ugye? Tehát például mi is. Akár SD-ből, akár HD-ről beszélgetünk, 50 Hz. Na most, ha mondjuk 300 Hz-es a tévénk, akkor az azt jelenti, hogy gyakorlatilag 6-szor meg tudná jeleníteni, ugye? Tehát 6-szor tudná lerezgetni ezt az 50 Hz-et, de igazából nem ez történik, hanem 6-féle képjavító eljárást mondjuk át tud rajta futatni, ezáltal még szebb képet tud biztosítani. Tehát vannak különböző digitális képjavító eljárások, gyártónként eltérhet, mindenkinek vannak saját szabványai, saját szabadalmai, amiket ugye használ, ilyen motion, natural motion, tehát természetesebb mozgás, meg pixel HD, tehát hogy képkockán, vagy a pixelenkénti külön képjavítás, tehát ilyeneket gyakorlatilag mi a baj? Minden oké? Nagyon nézegeted. Ja? Igen, megint, le kéne állítani talán a letöltést. Igen? Na mindegy. Jó, na azt akartam csak mondani, hogy igen, tehát gyakorlatilag ugye ezért érdemes, hát minimum 100 Hz-eset, de inkább följebb gondolkodni egyébként a történetben. Jó? Hát gyártót, én most nem mondhatok, hogy nem szeretnék itt semmelyik gyártónak reklámot csinálni. Én mindenképpen olyan gyártótól vásárolnék tévét, aki úgy már jó ideje jelen van a piacon. Mert az ember egy műszaki áruházból, azért látszik, hogy 3-4-5 márka az, aki gyakorlatilag jelen van. Hogy azok között konkrét milyen különbség van. Én azt gondolom, hogy azért érdemes műszaki áruházba menni, ahol sok tévé van egymás mellé kiállítva. Mert ugyan lehet, hogy el vannak állítgatva kicsit, de érdemes gyári beállításokat, és általában ott is azért törekednek arra, hogy a gyári beállításokat használják. Érdemes megnézni, hogy milyen hatást kelt a tévének a képe. Ugyanis az a legfontosabb, hiszen ezt szeretnénk nézni. Ugye? És akkor ott van összehasonlítási alap, hogy mit tudom én, itt van egy ilyen gyártótól, meg egy másik gyártótól származó, mondjuk hasonló, teljesen ugyanakkora, mit tudom én, ilyen tévé, és akkor látod, hogy azért mégis milyen hatással van ez rád, melyiknek szebb a képe szerinted. Mert most itt lehet okoskodni, hogy szerintem az jobb, mert abban olyan eljárást használnak, ebbe meg ilyet. Nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy számodra melyiknek szebb a képe. Ez tényleg ennyire egyszerű, ugyanis mindenkinek más az ízlése egy picit.
Úgyhogy ez alapján tudom mondani. Az, hogy mostani műsorokat legtöbben miben sugározzák, hát ez pedig úgy néz ki, hogy azért, ha ebből indulunk ki, akkor nem érdemes HDTV-t se venni, mert a legtöbb tévéadás még mindig SD-ben érhető, legalábbis itt Magyarországon, de ez a tendencia ez növekszik. Tehát azért most már a legtöbb TV csatornának van HD-s megfelelője is, legalábbis a mondjuk úgy komolyabb csatornáknak. Úgyhogy szolgáltató függő is persze, hogy a szolgáltatók mennyit sugároznak, de mondjuk azért most már ugye az 1/5 az elérhető tévéadásoknak, nagyjáboli számot mondtam, azért az most már HD. Tehát a kereskedelmi csatornák, a közszolgáltató csatornák mind elérhetők HD-ben. Ha mi is lehet, hogy elérhetők lennénk, ugye, csak ha szolgáltató továbbítaná az adásunkat, akkor elérhető lenne, de persze a YouTube-on visszanézhető Full HD-be minden, illetve online is lehet minket HD-ben nézni, sajnos a szolgáltatók közül csak egy-két kisebb szolgáltató az, aki szolgáltatja HD-ben is az adásunkat, a többi helyen viszont csak SD-ben vagyunk elérhetők, nem vagyunk ezzel egyedül, ugye ennek is megvan az oka, leginkább a sportcsatornák, filmcsatornák, illetve a természetcsatornák élveznek prioritást, meg persze ugye a nagyon nézett csatornák, ahol ott ugye a minőség és ugye egyéb más szempontokat is figyelembe vesznek. Úgyhogy hát ugye a 25-30 csatorna azért a legtöbb szolgáltatón elérhető HD-ben. Én azt gondolom, hogy érdemes azt nézni. Én már nem is nagyon nézem mondjuk az SD csatornákat, tehát hozzászokik az ember egy idő után, ha túl sok HD-t nézel, akkor rákocsolsz az SD-re, ez még tovább. Tehát, hogy így a minősége miatt is elkényelmesedünk, ez van. Úgyhogy ennyi. Aztán megyünk tovább. Szabi, Windows 10-re még mindig csak azt mondom, mint eddig, azért terjed így, mert a felhasználó arcában nyomják, hogy frissítsé már. Ami nem rossz, de erőltetett, szerintem. Hát ez az érdekük. Tehát ez, ebben nincs egyáltalán semmi meglepő. Tehát, hogy logikus is, szerintem. És persze nem csak a cég érdek, a mi érdekünk is, nem? Hogy egy jobb rendszert használjunk, ráadásul ingyen kapjuk. Tehát, hogyha belegondolsz, hogy tök ingyen lehet lefrissíteni a Windows 7-et és Windows 8-at Windows 10-re, akkor mi ebben a rossz biznisz? Tehát, hogy akinek a gépe bírja, ha nincsenek driver kompatibilitási problémák, meg ilyenek, akkor csak jobban jár vele. Szebb, gyorsabb, biztonságosabb, és így tovább, tehát többet tud. Aztán... Mi ez, Attila? Ilyen emberek dolgoznak a Google-nél, akik azt hiszik, hogy majomból lettek? Mi van? Azért, mert ma ez a Google-nek a logója. Szerintem igen, mert van az evolúció napja, vagy valami ilyesmi, ha minden igaz. Igazából. Nem. Lucy felfedezésének napja van. Ugye? Lucy az egy ilyen előember volt, ha jól emlékszem. Tessék? Igen, film is készült belőle. Lucy felfedezésének 41. évfordulója. Azért van most ez a Google logója. Már nem gondolom, hogy a Google-nél majmok dolgoznának. Tehát lehet fikázni egy olyan szolgáltatást, amit egyébként mindenki valószínűleg használ. Egyébként nem ismerek olyan embert, aki valamiért ne használna valamilyen Google szolgáltatást, más nem a keresőt. Tehát, hogy így hol keresünk először? Úgyhogy mondom, lehet fikázni ezt, de hagyjuk. Menjünk tovább. Azt mondja, hogy Tom írt nekünk ide egy idézetet, ha meg akarod találni az univerzum titkait, gondolkodj energiákban, frekvenciákban és rezgésekben. Ezt Nikola Tesla mondta. És nagyon jól mondta egyébként, Tesla egy rendkívüli okos személyiség volt, mondjuk így. És akkor szerintem ez egy mindent lefedünk. Van érdekes munkásságai, vannak érdemes utána olvasni, sok mindent köszönhetünk neki. Rádiót és rádióhullámokat, a áramnak bizonyos részeit, a biztonságos áramhasználatot egyáltalán, úgyhogy ja, sok mindent. Aztán rendicsek, megyünk tovább. Műholdas tévén mikor fogják sugározni a Flix HD-t? Hát, Ferenc, azt kell, hogy mondjam, hogy nem valószínű, hogy fogják. Annak azért durva költségei vannak, és mondjuk így, és akkor ez nincs semmi szégyen, ezt egyelőre nem engedhetjük meg magunknak, hogy műholdra menjünk. Ennyire egyszerű a történet. Ja, de amint olyan, nem tudom, anyagi körülmények között leszünk, hogy ezt megengedhetjük magunknak, akkor azon a platformon is természetesen elérhetővé fogjuk tenni az adásunkat, hiszen a mi érdekünk is ez lenne, de egyelőre még nem tartunk itt, úgyhogy műholdba ne is keressetek minket.
Jó ideig. Higgyétek el, hogy amint szó van ilyesmiről, akkor úgyis értesítünk benneteket róla. Addig pedig kábel tévén, interneten, és így tovább. Egyébként ezt nem is értem már, azt a műholdas sztorit. Én értem én, hogy fönn vannak holdak, és akkor az bárhonnan, vagy legalábbis ahol van rálátás ott elérhető, de még mindig egy elég drága a technológiáról beszélünk, legalábbis a műszaki előállítása meg üzemeltetése drága. Most nem azt, hogy a szolgáltatók ugyanígy fillérekért, idézélte fillérekért, mert nem fillérekért, de ugyanúgy, mint egy kábeltévés előfizetést idézélte utánunk dobálják a tányért, meg a set-top boxot, és nézheted ugyanúgy a tévéadásokat rajta. Ám de a mögöttes technológia, ami ezt lehetővé teszi, az egy nagyon drága történet, és a különböző szolgáltatók ezt bizony a televíziós társaságokon verik le, és van, aki ezt megengedheti magának, van, aki nem. Hát mi sajnos nem, még egyelőre. Jó, meg igazából értelmét sem nagyon tartjuk, mert még lehet, hogy még meg is tudnánk, ha nagyon akarnánk engedni, de... De minek? Hát internet, van interneten nézhető, mindegy igazából platform, nem? Tehát azt gondolom, hogy már majdnem, a műholdon kívül tényleg minden platformot lefedünk. Mobilt, okos tévét, internetet, kábel tévét. Most az egyetlen tényleg a műhold, ami hiányzik. Bocsi. Hát, jó. Nem, mert még a földfelszín, bár HBBTV-vel ott is nézhetőek vagyunk egyébként, de bár az internet alapú valamilyen szinten. Jó, facebook.com/fixhd, tessék írni, Feri írja, hogy igen, csak tanyán nincs kábel, csak műhold. De van internet. Hát gondolom, valahonnan netezel. Na, ott nézhető a tévé is. Ennyire egyszerű. Internet azért már tényleg mindenhova. Más nem a mobil internet, és ott is nézhetőek vagyunk. Tehát az SD adás még csak nem is kóstál olyan sokat egyébként sávszélességben. Ugye? Már ha működik, ugye? Vannak néha ilyen kis beugrások, ami egyértelműen net hiány. Csak így szólok. De mindjárt megnézzük, ki internetezik. Most már én meg tudom így ezt oldani. Bentről mindenkit ki tudok tiltani, kintről még nem, de azon is rajta vagyunk. Jó, rendicsek. Menjünk tovább. Azt mondja, hogy 30 éves a Windows. Hát igen, volt a múlt héten. Restart Extra-ben akartunk róla beszélni igazából, de azon kívül, hogy boldog születésnapot kívánunk. Ugye már rengetegszer végigvettük a Windows verziókat, meg az ilyen kis infografikát, hogy honnan indult, hát valószínűleg az 1.0-as verziót, ami nem egészen így van, mert 1.01-es volt az első verzió. Nem egészen az 1 pont, tehát nem 1.0-as volt, úgyhogy november 20-án volt valóban 30 éves a Windows, mint úgy. Köszönjük szépen Gabinak a hírt ezzel kapcsolatban, akit érdekel a történelme, a Windowsnak olvassa el. Én bevallom őszintén, most nem vagyok olyan nosztalgikus hangulatban, visszamenjünk mindig a múltba, bármikor születésnapot ünneplünk. Egyébként mostanában sok Windowsnak volt születésnapja, mert ugye külön is szokták ezeket ünnepelni. Tehát a Windows 95-nek, 98-nak más-más megjelenési dátumon van, és mindig születésnapokat ünnepelgettünk az elmúlt időszakban. Én azt gondolom, hogy előre felé nézzünk inkább, nem? Ilyen tekintetben, de azért köszönjük szépen, akit érdekel, olvassátok el. Jó, ha nem jött több hozzászólás, akkor viszont mondok én még nektek érdekességeket, mert vannak ám. Itt ugye a reklámblokkorokról beszélgettünk már egy jó párszor, ismeritek a véleményemet, nem muszáj vele egyetérteni, és úgy látszik, hogy másoknak is szúrja a szemét ez az egész reklámblokkoló zsdi, hogy úgy mondjam. Tehát most a közelmúltban újabb frontot nyitott a reklámblokkolók elleni küzdelemben a német Axel Springer kiadó, ami az elmúlt pár hónapban több ilyen akcióval is felhívta magára a figyelmet. A cég ugyanis beperelte az egyik legnépszerűbb, a hirdetéseket weboldalról kiszűrő iOS-es programot, a Blokkert, illetve hát annak készítőjét. Azt követelte a bíróságtól, hogy tiltsa meg az alkalmazás terjesztését és fejlesztését. A kiadó szerint a reklámok blokkolása, és itt a hangsúly, és én is úgymond ezzel értek egyet valamilyen szinten, a reklámok blokkolása ugyanis akadályozza a kiadók az alkotmány által is védett, tehát az alkotmány az ugye most többféle módon érthető, de tehát az alkotmány által is védett helyzetét, és veszélyezteti a professzionális sajtó újrafinanszírozását, ezen keresztül pedig hosszú távon a létét is.
A kiadó egyben arra is utalt, hogy a reklámok szűrésével a felhasználók megakadályozzák, hogy a részükre ingyenesen nyújtott szolgáltatás költségeit a kiadók fedezzék, amik így bevételek hiányában nem tudják miből fizetni a munkatársakat, illetve az oldalak mögött álló szerverek és más technikai eszközök fenntartása is nehézkes. Tehát ugye ezt felejtjük el mindig, hogy ugye az ingyenes szolgáltatások mögött hát ezt kell cserébe idézetre eltűrnünk, hogy reklámokkal bombáznak minket. Ugye most itt lehet mondani, hogy jó, de hát ez nem érdekel bennünket, hát hagyd blokkoljuk. Az tök mindegy, hogy érdekel vagy nem érdekel, a hirdető viszont ezért fizet. Tehát ha én oda megyek, hogy szeretnék reklámozni, mert mondjuk szeretnék indítani egy internetes kampányt, és kifizetek egy csomó pénzt mondjuk egy kiadónak, aki ezzel foglalkozik, és utána én gyakorlatilag letiltogatják az én hirdetéseimet, illetve a kiadó, mert ugye itt több hirdetésre is beszélünk, mert ők összefogják, és akkor a több cégnek a hirdetését is, köztük az enyémet is kezelik, azt letiltogatják az emberek, akkor ugye abból nem fordul át pénzbe. Tehát kidobott pénz az ablakon, mert én nekem fizetnem kell a hirdető felé, vagyis a hirdetési ügynökség felé, viszont nem ér célba azért reklámom. Tehát innentől kezdve engem veszteség ér. És a kiadót is, meg az összes olyan szolgáltatást, aki arra épít, hogy ugye ingyen szolgáltat, relatíve ingyen, mert pont, hogy az ilyen reklámokért, meg egyéb más dolgokért cserébe kapjuk ingyen ezt. De hogyha nincs mögötte, nem jön vissza ez a pénz sehol, akkor gyakorlatilag ugye itt komoly problémák vannak. A Blokker ügyében egyelőre csak egy meghallgatásra került sor, az ítélet pedig várhatóan decemberben fogja meghozni a bíróság. Korábban egy másik iOS-es reklámblokkoló program, a platformon addig a legnépszerűbbnek számító Peace készítője önszántából vonta vissza egyébként a programját, mindössze néhány nappal a kiadást követően. Marco Arment akkor azzal indokolta a blokkolója törlését, hogy elmondása szerint rájött, hogy a reklámblokkolás a webezőknek és a kiadóknak is súlyos károkat okoz, és nem tartotta összeegyeztethetőnek saját lelkiismeretével, hogy ebben a romboló folyamatban ő részt vegyen. Ennyi. És most ne kezdjetek el ezzel kapcsolatban véleményeket írni, mert tudom, van, aki ezzel egyetért, van, aki nem. Köztes megoldás, van, aki meg magasra tojik rá. Én is inkább azok közé tartozom. Tehát az egyetértés, megértem azt, hogy nagyon sok oldalon nagyon töménytelen mennyiségű reklám van, ami már zavaró, és az engem is zavar. Ott az oldalnak kéne talán, hogy mondjam, megfelelő magatartást tanúsítania, és hogy úgy mondjam, helyesen, a netikett szerint helyesen kellene eljárnia, és nem pedig az agyára menni a felhasználóknak, mert gyakorlatilag saját magával szúr ki az olyan oldal, mert egy idő után felidegesíti az embereket, akkor vagy nem fogják látogatni az oldalt, vagy tényleg reklámblokkolót fognak használni az oldalon, teszem hozzá onnantól kezdve jogosan, és akkor utána lehet sírni, hogy miért tiltják a hirdetéseket, és miért nincs bevétel. Tehát ez egy kicsit egy ilyen csukafogta, rókafogta csuka esete a dolog, viszont ha valaki ezt kulturáltan teszi, már hogy a reklámozást, én azt gondolom, hogy a szolgáltatásért cserébe, az így van rendjén. Jó? Ha ingyenesen kapunk persze egy szolgáltatást, mert ha fizetünk érte, és akkor itt meg ugye megint a netsemlegeség, meg egyéb más kérdést is be lehet hozni, és végtelen ideig lehet erről persze beszélni, meg véleményeket mondani, de én azt gondolom, ha valaki fizet egy szolgáltatásért, ezért megvásárolja a reklámmentességet is. Ennyi. Jó, menjünk tovább. Nem gondoltátok volna mi, hogy az egyik kedvenc üdítő ital, mondjuk úgy, hogy kóla gyártó, hát ki kell mondanom a nevét, mert most kénytelenek vagyunk, a Pepsi okostelefont fog kiadni. Néhány hónappal ezelőtt napvilágot látott egy pletyka, ami szerint a Pepsi is beszállna a mobilos piacba. Most pedig be is mutatták az első okostelefonjukat. Pepsifon P1 néven. Nyilvánvalóan mindenkinek a cukros üdítőitalok jutnak eszébe erről az amerikai vállalatról, azonban a telekommunikációs iparágban is megpróbálja megvetni a lábát, méghozzá egy középkategóriás androidos telefont dobott a piacra. A nem túl hivalkodó fémházas készülék hátlapján egy aprócska logó jelzi, hogy bizony erről a cégről van szó. Egy egyedi modellről van szó, ami azonban a cég nyilván
nem húzott fel új mobilgyárakat azért, hogy ezeket a telefonokat gyártsa, tehát mással gyártatja valamilyen szinten. A gyártásért a Scobie Communication Equipment nevű cég felel. Az alkatrészek is az ő gyáraiban készülnek, alumínium unibody házban, vagy unibody, nem tudom azt, hogy mondják, tehát az azt jelenti, hogy lányoknak és fiúknak is egyaránt ajánlott. Ugye? Hát gondolom, hogy mindenféle színekben kapható is. Ezt is jelenti. A üvegborítással védett 5,5 hüvelykes Full HD kijelző a mögötte, és egy 8 magos, 1,7 GHz-es MediaTek processzor található belül, amelyet egy ARM Mali 450-es grafikus chip és 2 giga RAM hajt még, illetve támogat. 13 megapixeles hátlapi fényképezője van, és 5 megapixeles előlapi, 16 gigás háttértárán rendelkezésünkre, és 3000 mAh akkumulátor pedig viszonylag hosszú üzemidőt biztosít a mindennapi használat során. A telefon külsőre és belsőre is szinte teljesen megegyezik a Kobe Max 3-as nevezetű mobillal. Így ismerős lehet a dizájn, mutatunk róla egy-két fényképet, itt található, ugye egy kis kóla társaságában, van itt még egy kép, egész jól néz ki a mobil. Pepsi mobil. Na, mit szóltak? Mindenki beszáll már a bizniszbe. Kíváncsian várom, hogy a Coca-Cola mikor száll be, ha már itt tartunk, tehát a konkurencia is. Ugye, mert biztos vagyok benne, hogy ők sem hagyják szó nélkül ezt a történetet. Tehát ezt hívják brandépítésnek igazából, nem? Tehát ugye azért érezzük, hogy főleg ugye a fiatalokat szólítják meg, és hát a fiataloknak manapság a mindenük a kütyű, ugye? Hát akkor már legyen ilyen kütyű is, ne csak kóla. Kóla mellé telefon. Úgyhogy abszolút ötletes, vagy nem tudom. Jól van, menjünk nézzünk a Facebookunkra. Van-e hozzászólás? Még van egy pár perc az adásban, úgyhogy nyugodtan hívjatok, mindig van alternatíva, találják meg, és akkor én sem fogok blokkolót használni, azért fizessek, hogy ne lássak reklámot soha, és szerintem sokan vannak így vele. Köszönjük Tibi, direkt mondtam, hogy a vélemények igazából szabad, de elmondtam az előbb az okokat. De ezzel ingyen elvárod, hogy használd a szolgáltatásokat, ugye? Jó. Jó, rendicsek. Világhódítást tervez a Facebook, hát ezt tudjuk, Gabi. Ez is volt már hír párszor, bár ez kicsit erősebben a... Tehát ez tök jól hangzik, mint cím, vagy ez nem hangzik jól, csak ilyen szenzációhajház cím, azért ez nem így működik, bár attól függ, mit nevezünk világhódításnak. Tehát azért azt is többféleképpen lehet csinálni, ha úgy hódítja meg a világot, hogy a világ jól jár ezzel, akkor azt gondolom, az a semmi baj nincsen. Nagyon sok olyan szolgáltatás van. Már önmagában a Facebook is az, tehát a világhatalom ilyen szinten már megvan. Hát szinte ők az egyetlen valamire, na jó, ez túlzás, de mondjuk a legnagyobb közösségi média, vagy közösségi oldal, ha így nézzük. Úgyhogy már a célját végül is valamelyest elérte. De egyébként valóban még írnak itt egy-két érdekes dologról, olvassátok el. Aztán Miki a mobilnetével dicsekedik, 98 megabites letöltés és 31,5 megabites feltöltés van a te mobilodon. Na, igen. Hát most már egyébként ugye 150 megabit is lehet elméletben, a gyakorlatban ez nagyjából 100-ban realizálódik, tehát ugye körülbelül ennyi. Tehát jó helyen laksz, magyarul, ez körülbelül azt jelenti, hogy ott a környéken jó a mobil lefedettség. Egyébként a szolgáltatók most már egyre inkább. Viszonylag, azt kell mondjam, viszonylag egyszerű, hát nem, ez túlzás, hogy azt mondom, hogy egyszerű dolguk van a szolgáltatók, mert azért nincs egyszerű dolguk, azért ezek nagyon drága berendezések, tehát most azt mondom nektek, hogy egy mobil cella, tehát egy mobil adóállomás, ami mondjuk egy háztetőre ki van téve, és mit tudom én, 100-150 felhasználót képes egyszerre kezelni, annak mondjuk egy egyszeri költség az egy olyan 15 millió forint. Egy nagyjából, ha jól emlékszem. Persze most hasra ütött összeg, valamikor régebben annyi volt, tehát lehet, hogy azóta már olcsóbb, vagy lehet, hogy még drágább. Már csak azért is ma technológia is fejlődött, tehát most már 4G van, meg minden. És akkor ezt még üzemeltetni kell, ugye? Tehát ennek azért kell áram, minimum.
engedélyek kellenek, tehát ott a házak közös képviselő, tehát ott valamit általában kompenzálnak, hogy egy adótorony van mondjuk egy háztetőn. És akkor még oda internetet is kell varázsolni, mert hogy ugye a mobil állomásig gyakorlatilag a rádi, tehát a levegőben megy az internet, meg ugye a minden, a telefonálás is, meg ilyenek, viszont onnantól optika. Tehát oda gyakorlatilag telekommunikációs tönköt is kell gyakorlatilag biztosítani. Tehát gondoljatok bele, ennek milyen költsége van. Tehát, és egy mobil állomásról beszélünk, és hány darab kell? Nagyon sok. Tehát, ugye persze népsűrűségtől, meg felhasználástól függően szoktak mobil állomásokat telepíteni, de gyakorlatilag több ezer, sőt, lehet, hogy több tízezer, sőt, biztos, hogy több tízezer mobil átjátszó állomás van az országban. Úgyhogy nem olcsó mulatság ez, úgyhogy ezért van az, hogy ezért a szolgáltatók igyekeznek, és ahhoz képest nem olyan rossz a lefedettség. Tehát azt gondolom, hogy itt Magyarországon mindhárom szolgáltatónál, most már azt kell, hogy mondjam, hogy persze időnként vannak problémák, de olyan nagyon én például nem fedeztem fel a problémát az elmúlt időszakban. Régebben voltak megszakadt hívások, lassú internet, nem tudom, de az elmúlt pár évben én lekopogom, ilyen probléma nem találkoztam. Tehát ugye ez gondolom függ azért a készüléktől is, mert vannak olyan készülékek, amik amúgy sem viselik olyan jól tehát hogy nem feltétlenül biztos, hogy kompatibilisek, vagy nem annyira kompatibilisek mondjuk az adott hálózattal, vagy gyengébb minőségűek, de azért általában, ha akinek van egy közepesen jó készüléke, akkor most a mobil szolgáltatókkal nem szokott olyan sok probléma lenni. Nem? Tehát, hogyha van is, akkor az általában az embernek a saját készülékében keresendő a probléma. Jó. Péter is szereti az adblockert. Nagyon jó. Igen, Steve is ezt mondja, mint nem tudom, social médiában is járatos emberke, aki azért szokott hirdetgetni, hogy próbálj meg hirdetni, és akkor majd rájössz, hogyha kidobod az ablakon a sok ezer forintot, vagy sok tízezer, vagy sok százezer forintot reklámra, és esetleg nem ér célba, akkor milyen érzés az? Aztán ne legyenek akkor ingyenes szolgáltatások, mert pofátlanul sok a reklám a telefonos appokban. Ennek meg megint csak nincs köze. Ez, Tibi. Tehát itt kevered egy kicsit a szezont a fazonnal. Tehát az a baj, hogy vannak emberek, és most itt te is ezek közé tartozol ezek szerint, akik csak annyi, hogy reklám is az utáljuk. Tehát, hogy a reklámot utálni kell, ezért bárhol, ahol reklámra, azt utáljuk. Weboldalon, applikáció, mindenhol. Én aláírom, hogy vannak idegesítő reklámok, de az applikációk is általában, mely applikációk vannak tele reklámokkal, az ingyenes applikációk. Hát amelyik programnak van fizetős verzió, akkor vedd meg azt a fizetős verziót, tehát fizess érte mondjuk 200 forintot, meg körülbelül annyiba kerülnek egyébként általában az applikációk, de most vitték le pont az árát egyébként, tehát még olcsóbbak, legalábbis az androidosok, és abban nem lesz reklám. Csak ugye az ember sír, de még 200 forintot se fizetnek egy olyan applikációért mondjuk, amit mondjuk állandóan használna. Ugye? Tehát jó, mondom, ti tudjátok, csak érted, valamit valamiért. Tehát az applikáció az azért ingyenes, hogy nézegesd a reklámokat. Az applikációt megírta valaki. Valaki meg dolgozott vele, programozott vele, te meg ingyen használod. Miközben, és azért kell, hogy nézd úgymond a reklámot, mert abból él az a fejlesztő, hogy beletett reklámokat, és azoknak a reklámoknak a megjelenése után neki az adott hirdető cég, aki kezeli mondjuk az ő reklámjait, neki csenget egy kis pénzt, ezáltal kompenzálódik, hogy ő dolgozott azon az applikáción. Tehát ha te azt meghekkeled, és nem fizetsz érte, tehát nem legálisan megveszed mondjuk pénzért, ha van belőle egyetlen fizetős verzió, akkor gyakorlatilag te annak a programozónak a zsebéből vetted ki a pénzt. Tehát használd a szoftverét, és nem fizetsz érte. Nem szép dolog. Érezzük, ugye? Tehát, hogy ezt csak azért mondom, hogy legyen mindenkinek egy nagyon pici lelkiismert furdalása, amikor ilyet csinál. Csak ezért mondom. Mert úgyis tudom, hogy magasról letolja mindenki. Tehát, hogy nem ez a lényeg, csak na mindegy. Jó. És Matyi is pont ezt kérdezte, pont jó, hogy mondtam is ezt a bizonyos, most nem akarok többet a nevét kimondani, üdítő ital márka által gyártott mobilról mi a véleményem. Elmondtam gyakorlatilag brand.
És hát a brand építés ezzel szorosan hozzá tartozik, szerintem lesz rá kereslet, mert csak azért is, mert nem is egy olyan rossz mobil. Tehát mondjuk az áráról nem volt szó, nem tudom mennyibe kerülhet, de nem is olyan rossz. Jó. Hogy? Ja igen, majd amikor kólához adják. Rendben. Jó, ennyi volt akkor mára. Köszönöm szépen a figyelmet, holnap folytatjuk. Várok mindenkit a képernyők elé. Sziasztok!